A jelenések könyvének egy szakaszát fogjuk együtt tanulmányozni, délelőtt és délután. Úgy épült föl ez a két részből álló dolog, hogy a délelőtt az inkább a valamilyen módon a betegség megállapításával, a diagnózissal foglalkozik, és a délután foglalkozik majd a gyógymódokkal. Ezt azért mondom, hogy senki ne engedjen annak a kísértésnek, hogy délutánra otthon marad, mert aki délután nem jön el, az hiába tudja meg a betegséget, nem fogja megtudni a gyógymódot. És nyilvánvalóan az ember, ha elmegy orvoshoz, akkor azért megy el, hogy meggyógyuljon, nem csak azért, hogy megmondják neki, hogy mi a baja. Viszont mielőtt megnyitnánk majd Isten igéjét, és elkezdenénk Jelenések könyve 3. fejezetéből ezt a levelet, a laodicei gyülekezethez szóló levelet tanulmányozni, szeretnék egy pár percet arra fordítani, egy kicsit betekintsünk Laodiciába, magába, városba, hiszen egy egészen másképp tudunk közeledni magának a levélnek az üzenetéhez akkor, hogyha egy kicsit megismerjük ezt a helyet. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy kétszer jártam itt, körülbelül 8-10 évvel ezelőtt először, és másfél éve körülbelül a második alkalommal. Amikor először jártam ott, akkor kezdtek egy komolyabb ásatás sort, és nagyon keveset lehetett még akkorában látni Laodiciából. Amikor másodszor jártam ott, akkor már lényegesen előrébb haladtak az ásatásokkal, viszont akkor meg a restaurálás miatt zártak le bizonyos területeket, többek között a katedrálist is, így akkor meg amiatt nem lehetett egyes részeket megnézni. De ez így van ezen a területen, abból az egyszerű okból adódóan, hogy a Jelenések könyvében található 7 gyülekezet egy részében ma is városok vannak, ahol természetesen egyáltalán nem lehet ásatni, hiszen az új város nem fogják lebontani azért, hogy a régit kiássák. Egy része az elhagyatott romvárossá vált, és az elhagyatott romvárosok közé tartozik Efézus, Pergamum és Laodicea is többek között, de Laodicea közelében van egy másik híres romváros is, Hierápolis, ami Pamukálema a mai nevén, egy híres gyógyfürdőhely, és hát nyilván az nagyobb üzlet is eredménnyel kecsegtetett, ezért az ásatásokat ott folytatták, inkább így Laodicea bizonyos értelemben háttérbe szorult. Úgyhogy most egy kicsit úgy néz ki ez a terület, mint egy ilyen építési terület, de azért abból, amit sikerült az építési területen feltárni és meglátni, azért mégiscsak kapunk egy képet Laodiceáról, Laodiceának a természetéről. A városnak a látogatását, vagy képzeletbeli látogatását az egyik kapu közelében, kapun kívül szeretnénk kezdeni, mégpedig a stadionnal, amit Titus római császár tiszteletére építettek. Ez a stadion egyébként Anatóliának, Törökország területét így hívták az ókorban, vagy Kis-Ázsiának, vagy Anatóliának. Ennek a területnek a legnagyobb stadionját építették ide, ami azért is híres volt, mert itt a rómaiak által annyira kedvelt gladiátor játékokat is játszották. De igazán nem a stadion az, ami engem arra késztetett, hogy innen kezdjük a mi utazásunkat,
hanem az a tény, hogy közvetlenül emellett a stadion mellett található a város ősi négy kapujának az egyike, és a kapunak a sarkában látjuk ezt a sziklát, mellette egy sportcsarnoknak a maradványai láthatóak, és ez a szikla az, ami igazán izgat most bennünket. Azért izgat bennünket ez a szikla, mert ez csak így messziről szikla, valójában ez egy víztorony. És ennek a víztoronynak a kapcsán kell egy kicsit beszélgetni Laodiceának a vízellátásáról. Amit Laodiceáról tudni kell, hogy a Lükosz folyónak a völgyébe építették két nagyon fontos útvonalnak a kereszteződésébe. Az egyik útvonal az a mai Irán területéről indul és végig haladva Törökországon, az Égei tengernél, a Milétoszi kikötőnél fejeződik be. A másik út az északról, is, Isztambul irányából szintén délfelé, a földközi tenger felé halad, és ez, ahol ez a két út kereszteződik, oda építették Laodiceát, a szírek az időszámítás előtti harmadik században. Mégpedig azért, hogy vámszedő hely legyen. Tehát árumegállító joga volt és vámot szedtek ezen a területen, bankközpont volt és sok minden más egyéb volt itt, ami miatt ez egy stratégiai fontosságú város volt. Egy baj volt vele csak, három kis folyócska veszi körül a város, de mindegyik kiszárad a száraz évszakban, forrás nincs. Ennek következtében Laodiceának nagyon érdekes viszonya van a vízhez. Azt is meg kell említenem, Hierápolisnak a nevét már mondtam, hogy Laodicea együtt említetik az Új Szövetségben, Kolosszai levélben, Kolosszé városával, ami szintén pár kilométerre van ide, és az érdekes az, ebből a három városból, Kolosszé, Laodicea és Hierápolisból, ahol gyülekezetek, élő gyülekezetek voltak, és testvéri gyülekezetben ti viszonyban voltak egymással, Pál apostol korában. Az az érdekes, hogy Kolosszénak bőven volt hideg vize. A város egy olyan helyre épült, ahol három hideg víz forrásnak a vize találkozott. És ahogy említettem, Hierápolis, az ellenkező irányba egy 5-6 kilométerre van Laodiceától, viszont egy olyan terület, ahol az ókorban is, és ma is egyébként, bőven található termálvíz, meleg víz. Én karácsony előtt jártam ezen a területen, vagy mi karácsony előtt jártunk ezen a területen, és mezitláb lehetett fölmenni, már azért, mert természetvédelmi okokból csak így engedtek fölmenni a Hierápoliszi romvároshoz. Mezitláb lehetett fölmenni, de nem volt semmi probléma, mert a meleg vizet folyamatosan engedik erre a mész hegyre, tehát ilyen szempontból télvíz idején is nyugodtan mehetett az ember mezitláb. Tehát az egyik oldalon van egy város, Kolosszé, Laodicea egyik oldalán, ahol hideg víz van, és van Hierápolis, ahol pedig forró termál víz van. Laodiceának azonban a mai Denizli város területéről, mint egy 8-9 kilométerről kellett oda vezetni a vizet ezen a bizonyos vízvezetéken keresztül, ebbe a bizonyos víztoronyba, amit hogyha most már egy közelebbi felvételen látunk, akkor látjuk, hogy ott vannak a csövek, ahonnan tovább osztották a vizet a város különböző pontjaira.
Nyilvánvalóan ennek két következménye is volt Laodiceára vonatkozóan. Az egyik következmény az, hogy drága volt a víz. Ez az egyik következmény, hiszen rendkívül költséges volt a víznek az odavezetése. Hogy mennyire drága volt a víz, és mennyire értéket képviselt a víz, azt egy nemrég megtalált víztörvény szövege mutatja, miszerint, ha valaki az imént látott vízvezetéket megcsapolta, tehát vizet lopott, ezért forintban kifejezve 5 millió forintnak megfelelő bírságot kellett befizetni a császári kasszába. Vízőröket rendeltek ki, akik folyamatosan az egész területen végig őrizték a vízvezetéket. Ha ezeket megvesztegették, és rajta kapták a vízőrt, hogy megvesztegették, 12,5 millió forintnak megfelelő bírságot kellett befizetni a császári kasszába. Ha viszont lebuktatták a víztolvajokat, minden egyes lebuktatott víztolvajért a 12,5 milliónak az 1/7-ét kapták prémiumként. Tehát ez mutatja azt, hogy valóban a víz az egy nagyon nagy értéket jelentett. Természetesen 8 kilométeren senki nem tud úgy vezetni vizet a mediterrán világban, hogy ne langyosodna meg a víz, tehát hozzá tartozik az is a teljes képhez, hogy a víz nem csak drága volt, hanem gyakorlatilag használhatatlan minőségben érkezett, mert vagy le kellett hűteni, hogyha valaki ivóvízként akarta használni, vagy nyilván föl kellett melegíteni, hogyha valaki ilyen célnak megfelelően akarta használni. A város különböző pontjain vízelosztó helyeket hoztak létre, ez a belváros egyik vízelosztó helye, ahol megtöltötték a kannát, kifizették a vizet, és elmentek az emberek. Na most, mit várna az ember egy várostól, ahol drága a víz, és kevés van belőle, és nehezen jut hozzá? Hát valami olyasmit, amit szoktam mondani az én afrikai tapasztalataimról, tudjátok, vagy nem tudom, hogy 8 évig dolgoztunk Afrikában a feleségemmel, Közép-Afrikában, és ott is probléma volt a víz, és hát a következőt tanultam meg, hogy lehet 5 liter vízben tetőtől talpig megfürödni, megborotválkozni, és aztán leönten a WC-t. Mert nyilvánvalóan, ha a víz drága és nehezen jutunk hozzá, akkor nem pazaroljuk. Laodicea azonban ezt nem tudta. Laodiceában a víz pazarlásnak meglehetősen sok intézményes formáját találjuk. Ezek egyike az a szokatlan dolog, hogy a romok között 4 nimfa szentének a nyomait találjuk meg, amelyek persze nem feltétlenül egy időben működtek, hiszen Laodiceát csak az ókorban 7 földrengés pusztította el, és 7-szer építették újjá, tehát nyilvánvalóan ezek a nimfa szentélyek más-más időpontokban üzemeltek, vagy működtek. Na most a nimfa szentély az egy nagyon érdekes dolog, mert nimfa szentélyt a források fölé szoktak építeni. Na most minek nimfa szentélyt építeni oda, ahol nincs forrás? És egy olyan városban, amelyiknek vízzel kapcsolatos gondjai vannak. Van jó ok rá, de kettős ok. Egyrészt víztározók voltak a nimfa szentélyek, de hát a víztározást az lényegesen olcsóbban és biztonságosabban meg lehetett oldani, mint nimfa szentély formájában. A második ok volt a fontosabb, a nimfa szentélyek találkahelyek voltak a társasági életnek a központjai. Na most egy gazdag városban, mint amilyen Laodicea volt, a fogyasztói társadalomnak egy ókori szimbóluma, a társasági élet azért az nagyon fontos volt,
Tehát nem volt baj, hogy drága volt a víz, azért legyen nimfa szenté, hogy legyen társasági élet. A másik érdekessége is van ezeknek a romoknak, nevezetesen az, hogy 4 darab római fürdőnek a romjait is megtaláljuk a város romjai között. Megint nem mondom azt, hogy mind a 4 egyszerre működött, de 4 római fürdőnek a nyomait látjuk a városban. A római fürdők azok a mai wellness központoknak az ősei voltak. 4 különböző hőfokú víz volt ezekben a fürdőkben, szaunák és masszázszalonok, tehát minden, ami a wellness, a luxus életformához hozzá tartozik. Nem baj, hogy drága víz, és 9 kilométerről kell vezetni, és langyos, tehát ha 4 hőfokú vizet akarok produkálni, a forrót, gőzfürdőnek való vizet, hideg vizet és langyos vizet, hát a langyos az készen volt, de a másik 3 elő kellett állítani. Tehát rendkívül bonyolult feladat volt ez, de Laodiceának ez nem jelentett problémát, Laodiceában ezt megoldották. Gladiátor játékok vannak, nymphaszentélyek, társasági élet, wellness központok a romok között. Az érdekesség a városnak az, hogy egymástól kb. 100 méter távolságra, vagy 150 méteres távolságra 2 színházat is találunk Laodiceában. Az egyik egy görög színház, a másik egy római színház. A színházakat akkorában nem kőből építették, hanem a hegyet vágták ki, és úgy készítették el a lelátókat és a színpadokat, mert hát egy gazdag városban nyilvánvalóan nem csak sportrendezvényeket, stadionokat kell építeni, egy gazdag városban nem csak wellness központokra van szükség, és nem csak találkahelyekre van szükség, hanem a kultúrát is művelni és ápolni kell. Mégpedig a rómait is, meg a görögöt is. Mind a 2, ha már erre módunk és lehetőségünk van. Az ókori városoknak híres terei voltak az agórák. Piacteret jelent az agóra, nem a mi mai értelmünkbe vett piactereket természetesen, hanem fedett tereket. Egyébként 2 típusa volt a civil agóra, meg a üzleti agóra. A civil agórák inkább felvonulási terek voltak, ami mai fogalmaink szerint a piaci agórák vagy üzleti agórák azok bevásárlóhelyek voltak. Na most Laodiceára megint érdekes dolog az, hogy a romok között nem kevesebb, mint 5 ilyen fedett agórának a nyomait találjuk meg. Tehát azt mutatja ez, hogy egy meglehetősen fejlett üzleti élet folyt a városban, ami hát persze érthető is, hiszen az áru jött keletről, nyugatról, északról, délről, és itt találkoztak a kereskedők ezen a helyen. Ennek megfelelően épült a városnak 4 főutcája, ez a Szíria utca, aminek a képét itt látjuk. Kövezett utak voltak ezek természetesen, a fedett utak, azért vannak az oszlopsorok, és szobor talapzatokat látunk, amelyek az épületeknek, illetve a városnak a díszítését szolgálták. Laodicea Konstantin után nyilván keresztény hitre tért, mint ahogy más római városok is. Ennek megfelelően, és ez a korábbi szokásait nem hagyta abba, ennek megfelelően a romok között összesen 14 keresztény templomnak a maradványát találjuk meg. Ezek közül ez a templom a leghíresebb, amiről mondtam, hogy a felújítás miatt nem lehetett megnézni, mert le van jelenleg zárva. Ez Laodiceának a bazilikája, a főtemploma, amit az időszámításunk előtti 7. század elején egy földrengés pusztított el, ráomlott a föld, ezért reménykednek abban,
hogy sikerül kiásni és viszonylag jó állapotban restaurálni majd. A templom azért nagyon érdekes többek között, mert valamikor a 4. század végén, vagy az 5. század elején, nem tudjuk egészen pontosan, egy zsinatot tartottak itt, a laodiceai regionális zsinatot, ez nem egyetemes zsinat volt, hanem egy regionális zsinat, ahol az első, a mi fogalmaink szerinti első gyülekezeti kézikönyvet fogadta el a kereszténység, ugye a római katolikus egyház fogalmai szerint ez kánonjogot jelent, tehát kánonjogi kézikönyvet, zsinati kánonokat. Ezek között, a kánonok között van egy érdekes törvény, úgy szól, hogy a keresztények ne zsidóskodjanak és ne ünnepeljék a szombatot, hanem ünnepeljék inkább a feltámadás napját, a vasárnapot. Ami azért nagyon érdekes, mert ha ezt a 4. század végén még a szombatot tiltani kellett, a vasárnapot meg szorgalmazni kellett, egy zsinati kánonban ez azt mutatja, hogy még vita volt a körül, hogy melyik napot ünnepeljék, és ez akkora ügy volt, hogy a regionális zsinatnak törvénybe kellett iktatnia az istentiszteletnek a napját. Tehát ez az első vasárnap törvény, amit egyébként a kereszténység történetéből ismerhetünk. Laodiceának van még egy nagyon érdekes vonása, közvetlenül a bazilika mögött található ennek a hatalmas pogány templomnak a romja, a maradványai. Azért rendkívül érdekes ez a dolog, mert ezt szoktam mindig mondani, hogy Konstantin előtt ne keressünk keresztény templomokat. Hiszen az egyházat üldözték, templomot nem lehetett építeni, ha építették, úgyis lerombolták. Építették a keresztények, de ezeket mondom lerombolták. Konstantin után viszont ne nagyon keresünk pogány templomokat, mert akkor pedig megfordult a dolog, és akkor a keresztények rombolták le a pogány templomokat, hogy aztán keresztény templomokat építsenek a helyükre. Laodicea azonban kivétel volt ebben a tekintetben, ők azt mondták, hogy ezeket a drága pogány templomokat nem szabad lerombolni. Miért csináljunk ekkora kárt? Hanem felfedezték azt, amit azóta sokan felfedeztek, és ilyen régi épületeknél sokfele lehet ilyet látni Jeruzsálemben is, máshol is, amit úgy mondunk mi magyarul, hogy funkcióváltás. Tehát az egykori pogány templomot átalakították keresztény könyvtárrá és keresztény irattárrá. Tehát a bazilikához kapcsolták, és ilyen módon megmentették. Ez egy nagyon érdekes jelenség, ahogy pogány épületeket, pogány intézményeket átkereszteltek keresztény funkciókra és szerepekre. A Szíria utca mellett találunk több kiásott magánházat, a legnagyobb lakó tömböt itt ezen a területen ásták ki, amelyekből valóban arra következtethetünk a romok alapján, hogy ezek átriumos, belső udvaros, impozáns házak voltak, amelyek arról tanúskodnak, hogy ennek a városnak a lakói valóban jómódú, gazdag emberek voltak. Amit viszont még nem tudunk, hogy egészen pontosan mi is idézte elő a gazdagságukat. Ugye az első egy-két szempontot már említettem, kereskedő városról lévén szó, nyilvánvalóan kereskedelmi adókat, vámokat szedtek be, itt megszálltak kereskedők, idegenforgalom volt a városban is, így tovább, kapupénzeket, útpénzeket szedtek be. Cicero megemlíti egyik barátjának írt levelében, hogy egy időben bíróként dolgozott ezen a területen, és a császártól kapott hitelleveleket Laodiceában váltottak készpénzre. Tudnélik, Laodiceában fejlett banki tevékenységet is folytattak.
De volt még két oka Laodicea gazdagságának, és mind a kettőnek fontos szerepe van a levél üzenete szempontjából. Az egyik ok az a textilipar. Jelenleg sem azért ásatnak itt, hogy a kereszténység maradványait feltárják, törököknek azért ez ennyire nem fontos, hanem azért, hogy a török textiliparnak a gyökereit feltárják és bemutassák. Tudnilik, Laodicea volt a római birodalom Párizsa, tehát a divat fővárosa, vagy a divat központja, mégpedig azért vált azzá, mert volt egy szokatlan dolog, ami azóta feledésbe merült, és nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért van ez, de volt egy szokatlan dolog, nevezetesen, hogy itt a bárányok, illetve a birkák, vagy a juhok, mindig fekete bárányokat ellettek. Teljesen mindegy volt, hogy milyen színük volt, a kis bárány az mindig fekete volt. Tehát fordítva volt, mint a közmondás szokta mondani, hogy valaki, aki kilóg a sorból, az fekete bárány. Hát Laodiceában a fehér bárány lógott ki a sorból, a fekete volt a természetes, az elfogadott, az általános. Na most ez a természetes fekete gyapjú akkora érték volt éppen a ritkaságából adódóan, hogy erre valóban egy nagyon híres textilipart lehetett kiépíteni. Különösen a laodiceai tunikák voltak nagyon híresek, egy időben meg is változtatták, pont a zsinat idején egyébként, meg is változtatták a város nevét, nem Laodiceának hívták, hanem erről az ott gyártott tunikáról kapta a város a nevét. A textil kereskedelemnek fontos szerepe van, a keresztény misszió szempontjából is, hiszen azok, akik a gyülekezeteket itt alapították ebben a térségben, valószínű textil kereskedők lehettek, akik Efézusba mentek, és ott találkoztak Pállal, aki szintén a textiliparban dolgozott, mint tudjuk, sátor ponyva készítő volt, és Epafrász, Filemon és a többiek, Onézimus, akikkel Pál apostol kapcsolatba került, és akik itt gyülekezeteket alapítottak, ahogy Lukács megjegyzi az apostolok cselekedeteiben, azok valószínű textil kereskedő, utazó emberek voltak, akik itt így kerültek kapcsolatba Pállal. És egyes egyház történészek azt is el szokták mondani, hogy ezek a textil kereskedők nyilván jómódúak lévén komoly missziói adományokkal támogatták Pál apostol kis-ázsiai missziói tevékenységét is. Van még egy dolog, ami Laodiceát gazdaggá tette, és híressé tette, ez nem a városban, a várostól körülbelül 10-12 kilométerre található egy helyi istenségnek a szentélye, ahol a frigiai kőporból szemkenőcsöket készítettek, és amit szintén az egész római birodalom területén jó pénzért tudtak értékesíteni. Úgyhogy három olyan dolog van, amit érdemes megjegyezni Laodiceával kapcsolatban: a víz problémája, az arany, tehát az gazdagságnak a dolga, és a gazdagsággal kapcsolatban a ruhaipar, illetve az orvosi, azon belül is a szemkenőcsöknek a kérdése. De a végére hagytam egy érdekes dolgot. Egy gazdag város persze pénzt is ver, hát hogy ne lenne pénzver, de ott a gazdagság van. A pénzverésnek a római birodalom idejében megvoltak a maga szabályai. A pénz egyik érme egyik oldalára természetesen a császár képét kellett verni, ez nem volt lehetett vitatéma. A másik oldalt azonban, amit nevezzük a pénz hátoldalának, ebben az esetben a pénzverő város, vagy település, vagy térség szabadon dönthetett, hogy a másik oldalra milyen ábrát ver.
Laudícia úgy döntött, hogy a pénz hátuljára saját városának a címerét fogja verni, és a címer pedig nem volt más, mint a bőség szaru. Tehát valóban Laudícia abban a tudatban élt, hogy ő egy gazdag város. Röviden összefoglalva, tehát én úgy tudnám megfogalmazni azt, amit erről a városról és a város kapcsán magának a levélnek az üzenetéről meg lehet állapítani, hogy amikor a laudíciai levelet tanulmányozzuk, egy olyan levelet tanulmányozunk, ami egy olyan gyülekezethez szólt, ami a modern fogyasztói társadalom első századi ősképe. És olyan kérdésekkel foglalkozik ez a levél, ami elsősorban a fogyasztói társadalomban élő embereket, tehát az úgynevezett jóléti társadalomban élő embereket kísérti. Ez még hozzá kell tenni egy dolgot, nevezetesen azt, hogy a keresztény üldözésnek az első században nem találjuk nyomát Laudíciában, csak a második századtól kezdődően találunk itt mártírokat és mártírokra utaló jeleket, aminek nagyon érdekes oka volt, amiben most ebben a percben nem megyek bele, de majd még későbbiekben fogok utalni rá. Nevezetesen úgy tűnik, hogy a császár kultuszt nem sikerült meghonosítani akkorában még Laudíciában, aminek Tiberius császár volt az okozója. Tudnilik Tiberius császár, amikor Laudícia császári templomra pályázott, akkor azt mondta, hogy Laudícia nem kaphat engedélyt császári templom építésére, mert nem elég gazdag. Tiberius nem tévedett nagyot, amíg Augustus császár idejében ő volt a térségnek a szenátora, ő ugye Tiberius Augustus császárnak a fogadott fia volt, és ennek a térségnek a szenátora volt, és Laudíciát éppen akkor pusztította el egy földrengés, és maga Tiberius szerzett segélyt arra, hogy a város újjáépítsék. Na, ezért emlékezett arra, hogy nem elég gazdag. De azt nem vette tudomásul, hogy időközben Laudícia azért mégiscsak összeszedte magát és meggazdagodott, úgyhogy amikor majd később Néró idejében megint elpusztította egy földrengés ezt a várost, akkor Néró is felajánlott egy birodalmi segélyt az újjáépítésre, Tacitus írja, jegyzi föl ezt a történet írásában, és a város írt egy kedves levelet Néró császárnak, hogy köszönjük szépen a birodalmi segélyt, de ők elég gazdagok most már ahhoz, hogy felépítsék maguknak a városukat. Tehát Laudícia folyamatosan vitában állt Rómával azzal kapcsolatban, hogy elég gazdag, nem elég gazdag, épített császári szentét, nem épített császári szentét, ezért nem jellemző a keresztény üldözés szemben Szmirnával, Pergámummal, Efézussal, ahol bizony voltak császári szentélyek, és volt komoly keresztény üldözés is, ugye különösen Szmirnában. Voltak komoly keresztény üldözések már az első században is. Tehát Laudícia valóban egy jóléti világ, ahol a tagok is jól élnek, a lakosság is jól él, ahol a keresztényeket nem bántják, nem üldözik. Tehát valóban a fogyasztói társadalomnak egy tipikus példájával van itt dolgunk. Na, ezeknek a tudatában olvassuk el most már magát a levelet. Én az új fordításból fogom olvasni, a Jelenések könyve 3. fejezet 14. versétől kezdődően, és kiemelek belőle néhány olyan gondolatot, ahogy említettem, ami a diagnózisról szól. Így szól a levél. A laudíciai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az Amen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bárcsak hideg vornál vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire,
De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen, tanácsolom néked. Védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Ez a rövid levél. Az első kérdés, ami engem megragadott ebben a levélben, az, hogy ki beszél. Ez egy nagyon súlyos kérdés, át szoktunk siklani fölötte, pedig az első kulcskérdés, hogy ki beszél ebben a levélben. Én, mint lelkész, gyülekezeti tagok egymás között beszélgetnek, vagy valaki más szólal meg ebben a levélben, mert attól függ az elmondott levélnek az üzenete, hogy kinek a szájából halljuk. Az én számból valószínű nem lenne több, mint kritizálás. A tietekéből sem. Szerencsére azonban, aki a levelet írta, méltóképpen bemutatkozott, három dolgot is elmondott magáról, azt mondta, hogy ő az Amen, ő a hű és igaz tanú, és ő az Isten teremtésének, a fordítások egy része úgy mondja, hogy a kezdete, de az eredeti szöveg pontosabban azt jelenti, hogy az ős forrása, tehát maga a teremtő. Vagyis akit megszólal, a személy szerint Jézus Krisztus. Jézus az, aki beszél a gyülekezetre. De nem csak az derül ki, hogy itt Jézus beszél, hanem még az is kiderül, hogy ez a Jézus hogyan érez a gyülekezet iránt. Hogy érez? Azt mondja, akit én szeretek. Az is kiderül, hogy ez a Jézus Krisztus, aki az Amen, a hű és igaz tanú, az Isten teremtésének a forrása, és aki szereti a gyülekezetet, az is kiderül, hogy ez a Jézus Krisztus milyen helyzetben van a gyülekezetben. Milyen helyzetben? Mindig szoktam mondani a lelkészeimnek, hallgatóimnak, akiket tanítok, hogy ha egy ilyen kérdést fölteszek, akkor az első dolog az legyen, hogy megnézzük a szöveget. Mert mindig a bibliai szöveg adja meg a választ a mi kérdésünkre. Ezt a szöveget sajnos félre szokták érteni, kétszeresen is félre szokták érteni, mind a kettőt mindjárt elmondom. Ez az a szöveg, amelyik úgy szól, hogy imé az ajtó előtt állok és zörgetek. Azért szokták egy kétszeresen is félreérteni, mert először is legtöbben egy világevangelizáló alapszöveget látnak benne, és úgy értelmezik a szakaszt, mintha itt arról volna szó, hogy Jézus nágócs, nem hívő lakóinak az ajtaja előtt áll és zörget, hogy ugyan térjenek már meg és legyenek keresztények. Tehát egy ilyen missziói hívás. Viszont nem erről van szó, hát ezt a levelet nem világiaknak küldte Jézus, hanem a fogyasztói társadalom ősképének, a laodiceai gyülekezetnek. Vagyis amiről itt szó van, az a következő, és ez a megdöbbentő a levélben, hogy Jézus Krisztus hol van? A gyülekezet ajtaján kívül. Kívül. Nem a világ szívén kívül, hanem a laodicei gyülekezet ajtaján kívül. Az ajtó előtt állok és zörgetek.
Még egy érdekes dolog, és ez a második félreértés. Ez a szöveg egy idézet. Mégpedig az Énekek éneke 5. fejezet 2. verséből vett idézet. Ahol arról olvasunk, hogy a menyasszony bent van a házban, a vőlegény kint van az ajtón kívül, és kopogtat, be akar kéreckedni. Vagyis a szeretet nyelvének egy újabb megnyilatkozását találjuk a levélben, nem csak azt, hogy akit én szeretek, megfedem és megfenyítem, hanem Jézus, aki az ajtón kívül áll, mégpedig a menyasszonyának az ajtóján kívül áll, ahelyett, hogy megsértődne és sarkon fordulna és elmenne, az ajtón keresztül kopogtat és kérlel. Tehát ez az a pozíció, amit látnunk kell itt ebben a levélben. Hogy Jézus beszél, mégpedig szíve teljes szeretetével kérlel. Még egy nagyon érdekes dolog van ebben a levélben, nevezetesen az, hogy Jézus nem csak kérlel, hanem vitázik a gyülekezettel. Jézus és a gyülekezet között van egy vita. Két kép van itt a gyülekezetről ebben a levélben. Ezt a két képet a levél ugyanazzal a szóval mondja el, megint a szöveget kell figyelnünk. Jézus azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat, tudok a cselekedetedről, és ugyanakkor azt mondja, hogy te viszont nem tudod. Én tudom, te pedig nem tudod. Vagyis van egy tudás alapon nyugvó kép, Jézus képe, és van egy nem tudás alapon nyugvó kép, a gyülekezet önmagáról alkotott képe. Mi az, amit Jézus tud a gyülekezetről? Itt jön az első hasonlat, a víz hasonlat. Azt mondja Jézus, nem nevezi meg a vizet, de a szöveg összefüggésből tökéletesen látható. Jézus azt mondja, vaj, ha hideg volnál, vagy forró. Melyik a jó víz, a hideg víz, vagy a forró víz? Attól függ, hogy mit akarunk vele, igaz? Ha szomjas vagyok, akkor a hideg víz a jó. Igaz? Ha éppen reumám van, és gyógyítani akarom magam, akkor a forró termálvíz a jó. Vagyis a víz lehet használható, ha hideg, és lehet használható, ha meleg. Lehet szomjat oltani vele, vagy lehet gyógyítani vele. Na most ez, a vizet, mint gyógyító eszközt is használja Jézus a Bibliában, és a vizet, mint szomjatoltó eszközt is használja a Bibliában. Azt mondja a Samári asszonynak, majd a 7. fejezetben a vízáldozat nagy ünnepén, hogy aki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék, és aki iszik, az forrássá válik. Vagyis Jézus azt mondja a laodiceai gyülekezetnek, hogy bár volna hideg vized, és küldeném a szomjazó embereket is, innának, és olthatnád a szomjukat. De nincs, csak langyos. Bár volna meleg vized, és küldhetném a betegeket, a bűnbeteg embereket, és meggyógyulnának a meleg termálvíztől, mint Pamukáléban. De nincs, csak langyos. Vagyis Jézus Krisztus nem többet és nem kevesebbet mond a laodicei gyülekezetről, mint azt, hogy ez a gyülekezet abban az állapotában, ahogy Jézus látja, alkalmatlan arra, hogy a küldetését teljesítse. Használhatatlan. Nem jó semmire. Illetve egy valamire jó, az sem biztos, hogy minden esetben rossz,
De ebben az összefüggésben, itt most negatív összefüggésben szerepel, egy görög szót találunk itt, amit csak azért említek, mert a gyógyszeriparból ismerős, egy alkaloidának a neve, egy gyógyhatású szernek a neve, az emetin szó. Az emetin az hánytatószer, amit akkor adnak, ha valaki mérgezés szenved, hogy a mérgezett gyomortartalmat minél gyorsabban kiürítsék, hogy nehogy a méreg felszívódjon a szervezetben. Tehát ez az emetin, ez egy ilyen szempontból áldásos szer. A fordító nem merte lefordítani, csak azt mondta, hogy kiköplek a számból. De ennél erősebb az eredeti szövegnek a jelentése, nem csak egyszerűen a kiköpésről van szó, hanem ennél egy sokkal durvább és keményebb kép van itt. Vagyis Jézus azt mondja, hogy a gyülekezet jelen pillanatban alkalmatlan arra, hogy betöltse küldetését. Miért? Mi az, ami a gyülekezetet alkalmatlanná teszi? És itt van az a kérdés, ami fontos, ami számunkra, hogy mi az a tulajdonság, ami a kísértés, vagy tulajdonság, ami egy fogyasztói társadalomban élő gyülekezetet állandóan fenyeget. Nézzük meg. Megint menjünk vissza a bibliai szöveghez. 17. vers. Jézus azt mondja, mivel ezt mondod? Eddig azt mondta el, hogy ő milyennek látja a gyülekezetet, most azt mondja el, hogy a gyülekezet milyennek látja önmagát. Na, mit mond a gyülekezet önmagáról? Mit mond a gyülekezet önmagáról? Három dolgot. Menjünk vissza a szöveghez, megint nézzük meg. Gazdag vagyok. Ez az első állítás. Gazdag vagyok. Baj, hogy valaki gazdag? Nem feltétlenül. Isten tejjel, mézzel folyó Kánaánt ígért Izraelnek. Tehát a gazdagság önmagában nem baj, úgyhogy ez az első állítás, ez semmi különösebb problémát nem okozott volna, és valóban láttuk azt, hogy meg is felelt a valóságnak, mert Laodicea egy gazdag város volt, az ott élő keresztények, maguk is textillel foglalkozó, textilkereskedő emberek, jómódú gazdag emberek voltak. Rabszolgáik voltak és egyebek. Tehát az állítás önmagában nem jelent problémát. A második szó azonban már egy kicsit gondolkodóba ejt bennünket, mert mi is a második? Miért vagyok gazdag? Ez lesz a harmadik. Ne felejtsd, ez lesz a harmadik, amit most mondtál. De most maradjunk még a második. Második szó azt mondja, hogy azért vagyok gazdag, mert én meggazdagodtam. Én tettem magam gazdaggá. Nem Isten áldott meg, nem Isten ajándékozott meg, hanem az én ügyességem, az én bölcsességem, az én kiválóságom, az énem, az, ami engem azzá tett, aki vagyok. És a harmadik, az, ami aztán igazán szörnyű ebben a történetben, a fordító megint egy picit nem sikerült mindenestől visszaadni a teljes szöveget, ez a fordításoknál egyébként megszokott történni, úgyhogy nem kell bántani a fordítókat, mert nincs fordító, aki vissza tudja adni egy másik nyelven pontosan ugyanazt, mint amit a szerző az eredeti nyelven írt. Azt mondja, hogy semmire nincs szükségem, de az eredeti szöveg azt jelenti, hogy nem ismerek semmiféle szükséget, tehát ez azt jelenti, hogy se Istenre, se emberre nincs szükségem. Se anyagira, se senkire és semmire. Tökéletesen elegendő vagyok önmagam számára.
És most kezdjük érteni, hogy Jézus miért van az ajtón kívül. Igaz? A gyülekezetnek az a problémája, hogy annyira meg van elégedve önmagával, hogy úgy gondolja, hogy neki Jézus Krisztus nélkül is mennek a dolgok. Körülbelül egy éve, vagy valamivel több mint egy éve volt az, amikor egy cikket találtam, már nem emlékszem rá, hogy az Origón-e vagy az Indexen, a két elektronikus újság közül valamelyiken, ami egy érdekes divatról adott hírt, egy furcsa szokásra. Rájöttek különben nem hívő emberek, hogy a vallási szertartásoknak gyógyító hatásuk van. Pszichésen gyógyító hatásuk van. Ezért létrehozták az ateista istentiszteleteket tartó embereknek a közösségét. Tehát olyan közösségeket hoztak létre, ahol egyébként Istenben nem hívő emberek vallási jellegű szertartásokat végeznek pusztán a gyógyulásért. Tehát mindent tesznek, énekelnek, imádkoznak, prédikálnak, minden megtörténik, ami az Isten tiszteleten megtörténik, csak hogy ők nem hisznek Istenben. Na, elküldtem ezt a cikket a lelkész kollégáimnak, és írtam hozzá egy kis rövid megjegyzést, hogy nem tudom, hogy vajon nem történik-e meg, csak úgy véletlen, egyszer, valahol, egy szombat délelőtt istentiszteleten, hogy minden megtörténik, ami egy istentiszteleten meg kell, hogy történjen. Van kezdőima, van befejezőima, van ének, van prédikáció, minden van. Csak Jézus Krisztus maradt kívül. Mert nem tartunk igényt az ő jelenlétére. És úgy érezzük, hogy nélküle is mennek a dolgok. Meg lehet, hogy kimarad Jézus a kereszténységből. Megtörténhet az, hogy Jézus Krisztus kimarad a mi hitünknek, a mi életünknek a központjából. Laodiceában megtörtént. És ennek az lett a következménye, hogy se szomjat oltani nem tudtak, se gyógyítani nem tudtak. Hogy fejezem be egy történettel magát a diagnózist, és ahogy említettem, délután 2 órakor folytatjuk a gyógymóddal. Egy Tozer nevű szerző írta, aki elég sok könyvet írt, a 20. század végén jelent meg ez a könyv, tehát 20. századi könyv. Ez a szerző a következő javaslatot tette. Vegyünk egy géppapírt, hajtsuk ketté, és a papír egyik oldalára írjuk föl, hogy apostoli egyház. A másik oldalra írjuk föl mondjuk azt, hogy Nágocsi gyülekezet. És azt mondta, az apostolok cselekedetei és az apostoli levelek alapján írjuk föl sorba az apostoli egyház címszó alá azokat a nagyságos dolgokat, amelyeket Lukács vagy az apostolok elég fontosnak tartottak arra, hogy megörökítsék az utókor számára. Tehát a nagy, kiemelkedő, nagy dolgokat írjuk föl sorba. Kész vagyunk? Most menjünk át a másik oszlopba, ahol az van, hogy Nágocsi gyülekezet. És írjuk fel az elmúlt évek rendkívül nagy jelentőségű eseményeit, amiről nem szeretnénk, hogy feledésbe merülne, amit minden áron meg akarunk örökíteni az utókor számára.
És a Tózer azt mondta, hogy ha ez a két oszlop megvan, akkor tegyük magunk elé ezt a papírt, vegyünk egy tollat a kezünkbe, és minden pontnál tegyünk fel egy kérdést. Ahhoz, hogy ez a nagy dolog megtörténjen, ahhoz elengedhetetlenül szükség volt a Jézus Krisztusra és a Szentlélekre. És ha az a válasz, hogy igen, akkor tegyünk egy pipát. Ha az a válasz, hogy nem, anélkül is megtörténhetett, vagy csak mérsékelten volt rá szükség, hogy Jézus is ott legyen, akkor húzzunk egy vonalat. Mikor befejeztük az apostoli egyházat, térjünk rá a nágocsi gyülekezetre, és tegyük föl ezeket a kérdéseket egyiket a másik után. Pipa vagy vonal? Pipa, ha az a válasz, hogy a Szentlélek munkája nélkül nem történhetett volna meg ez a dolog, és vonal, ha úgy érezzük, hogy ez egy nagyon fontos dolog volt, de Isten lelke nélkül is ment volna. Strózer azt mondja, és lehet, hogy túloz, nem állítom, hogy igaza van. Azt mondja, hogy ha az apostoli egyházat megnézzük, a feljegyzett dolgok 99%-a soha nem történt volna meg Krisztus és a Szentlélek munkája nélkül. A nágocsi gyülekezetet megnézzük, nem tudom, Tózer ismerte a nágocsi gyülekezetet, mindegy. Szóval a nágocsi gyülekezetet megnézzük, akkor azt mondja, hogy az arány fordított. 99%-ban olyan dolgokra vagyunk büszkék, ami Krisztus nélkül is megtörténhet. És jó, ha 1% az, ahol igényt tartunk, vagy ahol elismerjük azt, hogy Jézus Krisztus a kulcs. Na, jöjjünk közelebb egy kicsit, mert ez így túl teoretikus, ugye? Volt az elmúlt hetekben egy nagy durranás. Emlékszünk erre a nagy durranásra? Lehet, hogy ti hozzátok, nem jutott el így, nem tudom. Mi volt a nagy durranás? Azt mondták, hogy mindenki, hogy ez nagy durranás lesz. A nagy durranás az Mel Gibsonnak a DOS-ról készült filmje volt. Erről a katona emberről, aki fegyvertelen katonaként végig harcolta a második világháború egyik legvéresebb csatáját, és megmentett X számú embert. Kiváló ember volt, minden kétséget kizáróan. Kellett a Szentlélek ahhoz, hogy Mel Gibson filmet csináljon belőle? Hogy ezt a moziba levetítsék? Ott volt a Szentlélek a moziba, és küldte a híveket egymást. Tele van az imád. Kik jöttek a Mel Gibson filmről? Egy jó főző tanfolyamhoz. Egy egészségügyi tanfolyamhoz. Egy városi ünnepélyen való ilyen-olyan-amolyan részvételhez. Elengedhetetlenül kell a Szentlélek? Hogy a hetednapi adventisták 7 évvel tovább élnek az életmódunk következtében. Ezt hatom még a pokolba juthatnak, de 7 évvel tovább élnek. Ez ugye ez természettudományosan bizonyított tény. Elengedhetetlenül kell a Szentlélek. Ha most visszatérek az apostoli történetekhez, ahhoz, hogy a sánta meggyógyuljon, ahhoz, hogy Tábita feltámadjon,
Azért, hogy Kornélius és háza népe megtérjen. Mert ezek voltak a nagy dolgok ott, igaz? Ahhoz, hogy Saul megtérjen, és Pál legyen belőle, ahhoz elengedhetetlenül kellett a Szentlélek. Ugye mekkora különbség? Az egyik és a másik. A fogyasztói életszemlélet egyik nagyon furcsa hatása, hogy elhiteti velünk, hogy Jézus nélkül is lehetünk keresztények. Csak jó stratégia kell hozzá, program kell hozzá, színes meghívó, Facebook oldal kell hozzá, internet hozzáférés kell hozzá, jó mozi kell hozzá, mi kell még hozzá. És működik. Nem. Szeretett testvérem, nem. Jézus nagyon komolyan mondta, amit mondott. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Délután látni fogjuk, most csak röviden utalok előre. Ez egy ironikus levél. Annak a gyülekezetnek, amelyik azt mondja, hogy nincs semmire szükségem, Jézus azzal kezdi a receptet, hogy menj el a boltba, és védj tőlem. Nincs semmire szüksége, de menj és vásárolj. Első, második. Miket vásárolj? Mi az, amire Laodicea büszke volt? Az arany, a textilipar, a ruha, és a szemkenőcs. Csupa olyan dolog, ami Laodiceában eladó volt, arra Jézus azt mondja, hogy menj el a boltba, és vegyél ilyeneket. Mintha Jézus azt akarná mondani, hogy persze van neked ruhád, csak az nem igazi. Van olyan is, ami fénylik, csak az nem arany. És szemüveg is van, meg szemkenőcs is van, csak nem azt látod vele, amit látnod kell. Ezért Jézus Krisztus, ami egész látásmódunkat akarja, ebben a levélben megváltoztatni. De erről majd délután. Az Úr áldja meg Jézus Krisztus munkáját, hogy mi másként tudjuk látni önmagunkat. És másként tudjuk látni azt, hogy mennyire rá vagyunk utalva. Isten kegyelmére, Jézus Krisztus.